Giuseppe Greco nevét a mai napig nem lehet anélkül kimondani, hogy a szicíliaiak ne kapnának egy kisebb pánikrohamot. Ez nem is csoda, hiszen ő volt a maffia birodalmak történelmének egyik legprofibb és egyben leghalálosabb bérgyilkosa, aki a II. Maffia háborúban nem egy emberrel végzett. A Corleonesi család hűszolgájaként elvileg nagyjából 300 emberrel végezhetett kötelességtudóan, ami nem csak helyben tette hírhetté, hanem az egész világon. Sziasztok! Márk vagyok a tízes listától, és ma beszéljünk a történelem egyik legvéreskezőbb maffiózójáról, Giuseppe Grecóról. Annak ellenére, hogy Giuseppe Greco milyen hatékonyan dolgozott és miket vitt véghez, róla relatíve kevés szó esik a többi nagy maffiózóhoz képest, de ezt most kicsit bepótoljuk. A maffia történelmének egyik legvéresebb bérgyilkosa 1952-ben született egy Csakuli nevű kisvárosban. Grecót gyerekkorában Scarpuzzédának, vagyis cipőcskének hívták. Jó kérdés, hogy miért, mert erről nem maradtak fenn feljegyzések, de gondolom gyerekként kicsi lehetett a lába a kortársaihoz képest. Ezen kívül viszont szinte semmit se tudunk a fiatal koráról, ami egyrészt lehet a szándékos titkolózás miatt is, de az is közrejátszik, hogy akkoriban az olaszok borzasztóan vezették a feljegyzéseiket. Így a központi adminisztráció mondjuk úgy elég hiányos. Az biztos, hogy Grecót a tanárai kifejezetten tehetségesnek gondolták, ami az alapján nem is csoda, hogy a latin és a görög nyelvet is nagyon gyorsan tanulta, és korához képest kifejezetten jól beszélte mindkettőt. Ahelyett viszont, hogy ezt kihasználta volna, inkább a családi bizniszhez csatlakozott, és már fiatalon a szicíliai maffia tagja lett. Ezt elsősorban a nagybátyjának köszönheti, aki nem más volt, mint Michel Greco, azaz a pápa, a szicíliai maffia bizottság egyik vezető alakja, és nem utolsó sorban a nagyhatalmú Greco maffia család vezére volt. Annak ellenére, hogy Giuseppe elég jó helyzetben volt alapvetően is a nagybátyja miatt a ranglétra megmászásához, nem csak a rokoni kapcsolatok miatt jutott fel a csúcsra, a tetteivel is jócskán kiérdemelte az ismertséget. A Grecók amellett, hogy önmaguktól is kifejezetten befolyásosak voltak, még szövetséget is kötöttek a Corleonesi családdal, akiket a sokkal ismertebb Salvatore Rina és Bernardo Provenzano irányított. Ők így együtt ahelyett, hogy nagy dobra verték volna a pénzüket és a hatalmukat, inkább meghúzták magukat a mindennapokban. Pont emiatt tudtak kifejezetten könnyen megkenni rendőröket és összebarátkozni politikusokkal is a gengszerek mellett, sőt sok esetben életre szóló barátságot is kötöttek velük. Michel Grecót se hiába hívták a pápának. Ő ugyanis kívülről egy istenfélő embernek tűnt, akinek a legjobb barátja a Biblia. Ez persze nem így volt, és jobban szeretett fegyvert tartani a kezében, mint a szent könyvet, de a tökéletes álcához ez kellett. Viszont a Biblia olvasása sem mentette meg őt és a családja tagjait a börtön élettől. Mindeközben Cipőcske egyre jobban kezdte beleélni magát a szicíliai maffiában betöltött szerepébe, és szépen lépkedett előre a ranglétrán. Meg annyi küldetést vett sikerrel, mind a saját családja, mind a Corleonesik megbízásából, amikkel elnyerte a szicíliai maffia megbecsülését. Az 1970-es évekre már rakétaként száguldott a maffia legfelsőbb szintjei felé, és mire kirobbant a II. Maffia háború, már mindenki rettegett a nevétől. Giuseppe Greco ugyan a maffia utasítására tette el lábalól a legtöbb áldozatát, de ne higgyétek, hogy ne élvezte volna a munkáját. Sőt, nem egyszer fordult elő, hogy ott folytatta a dolgokat a szabad idejében, ahol a melóban abbahagyta, és teljesen véletlenszerűen gyilkolt meg embereket. Sőt, ha csak tehette, meg is kínoszta őket, pusztán szórakozásból. Az se volt ritka, hogy ex-mafiózókra és rendőrtisztekre vadászott, ami mondjuk úgy logikusabb is lenne nála, mint csak úgy valakit elkapni az utcán. Sajnos a legtöbb esetben azzal se elégedett meg, hogy végezhetett a kiszemelt áldozatával, ugyanis a célpontként levadászott emberek családját is átküldte velük a túlvilágra, hogy ne lehessen, aki bosszút áll. Greco gyakorlatilag semmilyen módszerre sem mondott nemet, de a kedvenc társa az AK-47-ese volt, amivel szitává lőhette az embereket. Ugyan a bérgyilkosok legtöbbször egyedül dolgoznak, Giuseppének mégis volt egy saját halálosztaga. Őket nem azért tartotta, hogy elvégezzék helyette a piszkos munkát, hanem együtt vadáztak. A gyilkolás mellett a nyomok eltüntetésében is profi volt. A holttesteket már-már filmszerűen vagy savban oldotta fel, vagy éhes disznóknak adta. De itt még nincs vége, ugyanis Cipőcske terrortámadásokat is kitervelt azért, hogy az emberek, főleg az ellenségei még inkább rettegjenek tőle, és megerősítse a hatalmi pozícióját a szicíliai maffián belül.
Bár Giuseppe Greco mindig is a maffia elszánt gyilkológépe volt, az úgymond karrierének igazi fénypontja mégis a második maffia háború volt. Ekkor tört fel igazán a ranglétra tetejére, és ekkor kapta meg a már említett saját halálosztagát. No meg persze nem utolsó sorban a második maffia háború alatt hajtotta végre a leghírhedtebb bűncselekményeit is. Ehhez a felíveléshez viszont kellett Salvatore Rina víziója, és persze maga a szervezeten belüli háború kitörése. Rina, a szicíliai maffia feje és néhány társa 1970-ben megalapították a Szicíliai Maffia Bizottságot. A szervezet tetején természetesen Rina volt, tagjai pedig Giuseppe Calò, Filippo Marchese, Rosario Riccobono és persze Giuseppe Greco nagybátyja Michel Greco voltak. Ha a nevekhez hirtelen nem tudtál történeteket párosítani, semmi gond, a lényeg, hogy az előbb felsoroltak egytől egyig veszélyes mafiózók voltak, akikkel biztos nem akartál volna összetűzésbe keveredni. A szicíliai mafiózókat összefogó egyesület lényege az volt, hogy a fontos kérdésekben együtt tudjanak dönteni, és az egyes családok a harcok helyett segítsék egymást. Ez utóbbi viszont nagyon nem jött be, és 1978-ban kirobbant a második maffia háború. A háború első lövéseit épp az egész bizottságot megalapító Corleonesi család adta le. A második maffia háború 1978-tól egészen a 90-es évek elejéig tartott, és több ezer áldozattal járt, amiből Giuseppe Greco bőven kivette a maga részét. Annak érdekében, hogy minél nagyobb erővel rendelkezzenek, a bizottság 1981-ben megalakította a már említett halálosztagot, az élére pedig nem más tettek, mint az addigra Szicília szerte hírhetté váló cipőcskét, aki eddigre már több tucat emberrel végzett a háborúban. Az olasz parlament archívumait olvasgatva elég egyértelművé válik, hogy a csapat jól végezte a dolgát, hiszen 1981 és 83 között csak Palermo városában legalább 400 embert iktattak ki. Egyesek szerint ebből Giuseppe nagyjából 80 emberrel végezhetett a saját kezével, amivel igen előkelő helyen végezne egy sorozatgyilkosokból összeállított listán. Egy fotóriporter, Letizia Battaglia, aki végigkövette a második maffia háború eseményeit is arról írt, hogy az élet Szicíliában a maffia háború kitörésével nagyon hirtelen lett káosz. Az állítása szerint nem egy olyan nap volt, amikor legalább 5 gyilkosságról is be kellett számolnia, és a fotóinak csak egy elenyésző része volt teljesen vérmentes. Giuseppe közel 100 gyilkossága közül talán Salvatore Inzerillo, a palermói maffia család vezérének likvidálása volt a legnagyobb szó. Inzerillo azzal érdemelte ki a közelsek egyes halálát, hogy elrendelte egy bíró meggyilkolását, aki igencsak keresztbe tett nekik. Kemény, hatalmát féltő maffia vezérként természetes, hogy Inzerillo meg akarta mutatni, mi lesz, ha valaki újat húz vele. A probléma nem is ez volt, hanem az, hogy ezt a rivális Corleonesi maffia család területén hajtotta végre, méghozzá az ő engedélyük nélkül. Ezt Rina természetesen nem hagyhatta szó nélkül, így a likvidálási parancsot egy újabb követett. Inzerillót maga Giuseppe Greco vette kézbe. Most elképzelhetnél egy sötét szobát kislámpa fénnyel, amiben Inzerillo egy székhez van kötözve, Greco pedig kreatív módszerekkel tanítja meg neki a leckét, de nem ez történt. A férfit Greco szimplán megsorozta a kedvenc AK-47-esével, amikor az kilépett a szeretője kocsi felhajtójára. Annyira szétlőtte az áldozatát, hogy gyakorlatilag felismerhetetlenné vált. Később Greco megtudta, hogy az egykori mafiózó fia bosszút akar állni apja meggyilkolásáért, ezért elébe ment a dolgoknak, és vele is végzett. Nem éppen egy tündérmese, de a mafiózók világa mindig is kíméletlen volt. Természetesen a gyilkosság mesterének számító Greco is követett el hibákat, sőt egyszer ez majdnem az életébe került. Az egyik célpontját ugyanis nem csak, hogy nem sikerült eltennie láb alól, de az még melkosan is lőtte a mafiózót. A gyilkos szerencséjére megvédte golyóálló mellénye, de majdnem vége lett a bűnözői karrierének, ebből is látszik, hogy milyen fontos felkészülni minden lehetőségre. A második maffia háború a szervezeten belüli harcokon túl arról is elhíresült, hogy a mafiózók gyakorlatilag nyíltan felvették a harcot az állammal is. Nem egy ügyész és politikus esett áldozatul a maffia haragjának, amire korábban nagyon ritkán volt példa. Sőt, csak akkor végeztek ki hatósági alakokat, ha már tényleg semmilyen más megoldási lehetőség nem maradt. De ennek ellenére a második maffia háború is főleg a belharcokról szólt, aminek eredményeként 1982. november 30-án Giuseppe Greco megszervezte a maffia történelem egyik legnagyobb leszámolását. Giuseppe Greco és Filippo Marchese meghívta Rosario Riccobonót, a bizottság másik vezérét és embereit egy grillpartira.
Ez viszont a valóságban nem egy baráti összejövetel volt, hanem egy hatalmas csapda, azon az estén ugyanis a halálosztag minden vendégével leszámolt. Gondolhatnád, hogy Rico Bono is valami hasonlót vétett, mint korábban Salvatore Inzerillo, de nem. Ő egyszerűen azzal érdemelte ki a halált, hogy már nem volt hasznos a maffia számára. A holttesteket soha nem találták meg, ami nem a véletlen műve, hiszen Gréco-nak megvoltak a maga módszerei a nyomok eltüntetésére, de erről már beszéltünk. Palermóban aznap rajtuk kívül még legalább 50 embert érte a vég lövöldözésekben vagy rajtaütéseken. A Partana Mondello és Nocia családok ekkor gyakorlatilag megszűntek létezni. Történetünk szerint 1983-ban járunk, ekkor Giuseppe Gréco a Csakkuli maffia egyfajta alvezérének számított, de ennek ellenére még mindig sajátkezűleg gyilkolta meg a legtöbb célpontját. A maffia háború végéhez közeledve Gréco hatalma egyre nőtt, és kezdett a szervezet tényleges főnöke lenni, főleg úgy, hogy nagybátyja bujkálni kényszerült. Az egyre nagyobb hatalom természetesen feltűnt másoknak is, köztük Salvatore Rinának, aki valószínűleg félt attól, hogy Gréco letaszíthatja őt a trónjáról. Emiatt eldöntötte, hogy meggyengíti a gyilkos hatalmát és a Csakkuli maffiát. Ennek eredményeként egy akció során 8-an is életüket veszítették, ami megmutatta, hogy Giuseppe egyáltalán nem ura a helyzetnek és nem tudja megvédeni a saját embereit. Végül annak ellenére, hogy Giuseppe Gréco helyre lett téve Rina által, a nagyvezér mégis úgy döntött, hogy megválik a szeretett bérgyilkosától. Valószínűleg ezt a gondolatát inkább fűtötte a további félelem, mint az elégedetlenség Giuseppe eredményeivel. Ez természetesen a maffia világban nem azt jelenti, hogy engedte, hogy elköltözzön egy másik országba és új életet kezdjen. Rina, mint ahogy azt korábban már sok más vetélytársa esetében is tette, elrendelte Giuseppe Gréco likvidálását, hogy ezzel újfent bebiztosítsa a hatalmi pozícióját. A Gréco ellen küldött csapat sikerrel is járt, és Rina különkérésére cipőcske savas módszerét használták ellene. Ez volt Giuseppe Gréco, a szicíliai maffia valaha élt egyik leghalálosabb bérgyilkosának története. Mára ennyit a 10-es listáról. Ha tetszett a videó, ne felejtsd el megnyomni a like gombot, és iratkozz fel a csatornánkra, hogy elsőként értesülhess a legújabb tartalmainkról. Külön köszönet a támogatásért partnerünknek és tárhelyszolgáltatónknak, a Reghossnak.